szerencsét. Ahol mi bányamentők megjelenünk, onnan megszökött a szerencse. Ott baj van. Tragédia. Nem szeret. Sok tragédiát kellett józan fejjel, kemény szívvel végignéznem. A magam tragédiáját pedig nem láttam meg. A tűz pokoli fényével sem. Arról a bányatűzről kell most beszélnem, ahol utoljára mentettünk. Majdnem ott maradtunk mi is. Hallottuk a segítségkiáltást, és át akartunk menni a tűzön. Nem lehetett. 5 méter helyett 30 méteren égett a lány. Már készítették a gátat, hogy lezárják az egész részt. De akkor ott maradtak volna az emberek. Nem értünk. Gyorsan kellett döntenem. Én voltam az osztag parancsnok. 11 ember volt a tűz másik oldalán. Ha megfordítjuk a légáramlást, megkísérelhetjük a mentést. De akkor a megfordított levegő, a megfordított tűz, a másik helyen 3 embert megölt. A számok alapján döntöttem. 11, több mint 3. Megfordítottam a levegőt. A 11 ember életben maradt. A másik 3 szélmi égett. Ilyen kicsire összefogadott. Nehéz erről beszélni. Szerencsétlen, ilyen a bányász életem, váratlan bűz, rohanja meg, mint bércető, kofergetem. Ostoba dolog, ha az ember egy másik férfi feleségébe szeret bele. Velem pedig ez történt. És nem mentség az sem, hogy fiatal voltam, orró vény. Mikor leszereltem, visszamentem a bányába. Szenicei brigádvezetőnk elhozta a bába a feleségét. Esendően fiatal, szelíd, bizonytalan kis parasztlány. Nem véletlenül mondom, hogy lány. Ma a 3 hónapja férnél volt már. Alig ha tudta, mi a boldogság. Meglátszik ezen ők járásán. Félszeg mozdulatai. A tekintetükön, amit a férjükre vettünk. Az ő tekintetében ez volt. Ki ez az idegen ember, akinek a felesége lettem? Pedig szelíd csillogó szeme annyi szeretetet ígért, amennyivel az egész bányavárosnak fénybe lehetett volna borítani. Beleszerettem. Nem azért, mert ilyen vagy olyan volt, nem tudom miért. Szerettük egymást, mert ő volt ő, és mert én voltam én. Megszeretett ő is. Mégsem lett kettőnkből semmi. Közénk állt a félénysége. Felfogása a becsületről. Családja. Lányom, a mi családunkban sosem volt válás, ne hozz ránk ekkora szégyet. A férje. A 40 éves Szenicei. Az egész város. A brigádban nem maradhattam. Jelentkeztem a bányamentőknél, és mert nagyapám még visszamenően ismerték az egész családomat, és tudták, hogy ha a két kezem el is ég, akkor a fogammal húzom ki az embereket a tűzből, örömmel kaptak rajtam. Nem sokára az egyik osztagnak én lettem a parancsnoka. Kovisz fegyelemben éltünk. 24 óra szolgálat,
24 óra készültség, 24 óra szabad. A készültség volt a legnehezebb. Nem hagyhattam el a lakást, hogyha riasztanak, el tudjanak érni. Szüleim már nem jöttek. Cimbora nem mindig akadt, akivel kártyázhattam volna. Túl sok idő maradt magamra. Nem tudom, jó dolog-e az, ha egy fiatal embernek fölös ideje van. Olyasmiken is rágódni kezd, ami szerszám mellett eszélesen jutna. Sok dolog van, amit nehéz megérteni. De a legnehezebb megérteni azt, hogy nem kellek valakinek, aki szeret. És nem lehet enyém, aki szeret. Súlyos lett. Kétségbe esett és keserű, mint a hány tepe. Ekkor jött a tűz. Nem kint súvál, súvályok én, vágász kisány, óhajtok én. Vágász kislány, ó, hogy szívem, ki szívében, vágász legyen, és hogy fogad a földön, vigorány. Ekkor jött. Én voltam az első, aki át akart lenni. Mikor elszédültem, kötéllel húztak vissza. Tele volt a végén sebekkel. Ecsegett, ropogott a vágat. A levegő fullasztóan forró szénmonoxidos volt. Az átkerési kísérlet pedig sikertelen. A betrekedt bányászok tompa kétségbe esett segélykiáltásai közt azt akartuk, hogy megfordítsuk ki a levegőt. És nekem kellett dönteni. A bányamester kétségbe esetten dobogott mellette. Itt van a Tarján brigád, 11 ember, a másik oldalon meg 3 ember, a törők, a szenicei... Nem érdekel, itt vannak ott! Nem akarom hallani! Emberek vannak! Emberek! Hány, három? Fordítsa meg a tüzet! De már tudtam, hogy szenicei köztük. Nem érdekel, de tudtam. Tudtam, hogy meg fog halni. Csak a számok érdekel. 11, több mint 3. Nem gondoltam én akkor semmit. Nem is lehetett gondolkodni. Csak küzdeni. Foggal, körömmel az életünket. A másod élet. Szenicei meg fog halni. A mentésben részt vett bányászokat kitüntették. Az érmemet a kórházba hozta el a törzsigazgató. Még üdülni is elküldtek téged. A három bányász pedig parád és szemetést adott. 2000 ember élek. Kezében élek, majd megsegít, remél. Nem is te kezem volt, hanem az enyém. Te kis leány, ne bánkodj rá, bányászva kalni szép halál, marosba szállni fel, fel, szerencse fel. Szerencse fel. Mire hazaértünk, már alig beszéltek a szerencsétlenségről. Bányász volt. Nyáron. Egy vasárnap délután felöltöztem mindentőle.
Hosszan néztem magam a tükörben. Az arcomat és a kezemet ég és iselek borították. Az egyforma házak, az egyforma fák közt könnyen eltévedt, aki nem volt ideológus. De én, még annak idején, annyiszor haza kísértem Annuskát, hogy csukott szemmel is oda találtam volna. Tudtam, hogy most dől el a jövőm. Amikor ajtót nyitott, szemében leplezetlen öröm villant. Fogadja le őszintén részvétel. Olyan régen vártalak. Egymást átölelve feküdtünk vele, Kamil. Most kell megmondani, hogy én öltem meg a férjét. Ha megváltozott a szívverése, ha keze nem simul ugyanúgy talpomra, akkor el kell mennem. És most még el tudok menni. És most már el tudok menni ezzel a boldogsággal, ha úgy zsákmányoltam. Soha nem gondoltam, hogy világos nappal a tiéd tudok lenni. Sokszor elképzeltem, hogy a tiéd leszek, de mindig úgy képzeltem, hogy sötétben, titokban. Nekünk erre már nincs szükségünk, ugye? A bánya tűzben nem féltem. Most viszont rettegésbe indította meg a nyelvem. Tűzben legfeljebb ott hagyom a fogamat, más veszteni való úgy sincs. Most viszont kétségbe esetben éreztem, hogy már van veszteni való. Gyáva vagyok. És túlságosan boldog, hogy el tudjam engedni. Másnap oda költöztem. Annuska megszépült. Járása megtelt asszonyos oldottsággal. A gyerek megszállt. Szerencse lány, irányolvány az életed, várok rontész, rohanja meg, mint bérztető a fertőt. Két héttel később lehívottak a központba. A bánya mentő parancsnokával kellett találkoznom, de jelen volt a bánya igazgatója és pártitkára is. Ülj le, fiam! Szomorú kötelességet kell teljesítenem, mert én mindig kedveltem. A bánya mentő nem tartanak igény tovább a munkádnak. De hát, miért? Megtárgyaltuk az ügyedet. Az igazat megvalló napokig tárgyaltuk, mentséget keresve a számodra. Én ismertem anyádat, apádat is, akit elnyert a bánya az 52-es fűzletöréskor, de amit te csináltál, az nem fér össze a bányász elkölcsel. A kommunista elkölcsel! Semmiféle elkölcsel! Mert másod, ha egy bányászasszony megözvegyül, és te feleségül vesz. És megint más, ha mi nem mondjuk, hogy tudva, akarva, de a látszat, ha valaki úgy akarja beállítani. Miért nem merik kimondani? Azzal vádolnak, hogy megöltem Szericeit, hogy megszerezzem a feleségét. Mindenki úgy döntött volna a helyemben. Nem lehetett másképpen dönteni. Az egyik oldalon 11 ember, a másikon 3. Mindenki úgy döntött volna. De te döntöttél. Megengedi? Ön döntött. És ön volt az, aki feleségül vette az özvegyet. A kettő nem fér össze. Külön. Mindegyiket megtehette volna, de a kettő nem fér össze. Véletlen! És ha az nem vagyok szolgálatban, és ha nem én vagyok a parancsnok, ha nem nekem kell dönteni.
Magának jogában áll, hogy így fogja fel. Véletlen, hogy éppen Szenicei feleségébe szeretett vele. Véletlen, hogy az asszony nem hagyta ott Szeniceit. Véletlen, hogy kitört a tűz. Véletlen, hogy szolgálatban volt aznap. Véletlen, hogy Szenice is siktán volt. Véletlen, hogy Szenice is azok között volt, akiket fel kellett áldozni. Ennyi véletlen. Nem gondolja, hogy ennyi véletlen már körvészettséget hordott? Nem bíznak bennem. A bányamentő munkája olyan, mint a mentőorvosi. Ha ember élet múlik a munkáján, akkor nincs rokon szem, nincs ellenszem, nincs vetélypátra címbora. Szubjektív érzésnek nincs helye. A történtek után mi a biztosíték arra, hogy a következő szerencsétlenség alkalmával nem a szubjektív érzései szerint dönt? Hát az egyik oldal 11, a másikon 3. A számok nem szubjektíve. Megengedett kérdést? Ha a 3 bányász, ott van az apja, akkor is megfordítja a tüzet? Hogy lehet ilyen kegyetlen kérdést feltenni? Kérem, bizonyítsa be, hogy nem volt szubjektív a döntése. Adja ott az asztalt. Ez igazságtalanság. Szeretem, ő is szeret. Nem élőltetnek a férjét, csak befalt. Most ezért büntetnének? Engem is, őt is? Miért? Őt miért? Én sem érzem volna bűnösnek, hogy aztán tényleg átadom már. Ha olyan nagyon szerettem volna magát, akkor már a férje életi nem tartozik rá. Ön megengedi? Öreg bányász vagyok, tudja. Ismeri jól a bányászokat. A szerencsétlenség Isten csapás. Aki bányász, az tudja jól, hogy bármelyik pillanatban rábomolhat a föld. A felesége is tudja. És a gyereke is. De a szerencsétlenséget megfordítani, és 3 embert megölni azért, hogy másik 11-et megmentsünk, az nem a természet műve volt, hanem emberi. És ennek a 3 embernek a családja nem tud matematikában gondolni. Nekik a 11 nem több, mint 3. Nekik a 11 még egynél sem több. Mert nekik az az egy volt a minden, az összes. Érti már? És az emberek úgy gondolkodnak, hogy senkinek nincsen joga az ő férjüket, apjukat feláldozni azért, hogy mások apját, férjét megmentsék. És főleg nincs joga, gondolják, megölni valakit azért, hogy más valakinek nőt szerezzen magának. Mi itt a bányászok érdekeit képviseljük. Érti már? Semmit sem értettem. Tehát, ha gyáva vagyok, ha nem vállalom a felelősséget, ha nem fordítom meg a tüzet, ha hagyom, hogy az a 11 benne égjen, akkor most emelt fővel vezethetném oltára részen itt Szenicei özvegyét? Hogy is? Teljesen megzavarodtam, hisz akkor Szenicei él. Miféle kaján sors tud ilyen kelepcét állítani? Ne jelentkezzen nálam munkára! Nem merem felvenni, mert akkor engem megköveznek! Te kislány, ne bánkodjál, bányászokon szép orát, morzsba szállni fel, szerencse fel, szerencse fel. Az utcán azt vettem észre, hogy félek. Rohanni kezdtem hazafelé. El kell innen mennünk. Van más bányavidék is az országban. A csillék ugyanúgy zuhognak a város felett, az emberek ugyanolyan veszélyben dolgoznak a város alatt. Felpakolunk egy teherautóra, Annuska a sofőr mellé ül a gyerekkel, a macit nem csomagoljuk el. Csacsa nélkül sem enni, sem aludni nem tud. Hosszú lesz az út. Mint a kriptában jutottam volna. Valaki járt itt.
Szerintzei küldte. Neki bűnös vagyok. Neki is gyilkos vagyok. Ott volt, amikor felhozták a bányából. Színné égve. Olyan kicsire össze volt zsugorodva, mint egy 3 éves gyerek. Mint csacsa. El tudtam felejteni. Most megint látom. Örökké látom, amíg élek! Vagy amíg engem lát. Kezében életünk, majd megsegítem élünk, te kislány, ne bánkodjál, bányásznak halni szép alán, magasba szállni fel, fel. Jöttem el szülővárosomból, mint az egyik egy paraszt hangunknak ér. Egy cukornál a vállán, egyik végén a batyúja, a másikból lelá van akva, éjség vagy szomjúság kínozza. Én is sivatagba indultam. Naponta 12 órát ülök a traktoron. A legközelebbi falu 9 km. Szombatonként az egész puszta felkerekedik. Bemennek, fiát, őt, televíziót, életet habzsolni. Én fekszem a legényszálláson, és újra végig gondolok minden. Most már Annuskert és magamat is az állapotok közé kell számítani. Mégsem tehettem mást. 11